A napok óta tartó kánikula és az aszály komoly hatással van a vízkészletekre, így a Velencei tó egyébként sem rózsás vízgazdálkodására. A zámói tározó üres, az a kevés víz, ami oda kerül, a pátkai tározóba folyik, de ott is csak kicsivel kedvezőbb a helyzet. A Velencei tó vízállása rendkívül alacsony. Hétfő reggel, tehát július 25-én 66 cm-t mértünk. Ez nagyon-nagyon sokkal elmarad az üzemvíz szintől, de sajnos már gyakorlatilag jó másfél-két éve így van, hogy nagyon kevés a vízünk, hiszen a vízgyűjtő területre is, és országosan is az átlagosnál jóval kevesebb csapadék hullott, de ez a mostani elmúlt pár hónap kiemelkedően szegény csapadékban, tehát gyakorlatilag ugye 3 cm-re vagyunk a valaha volt legalacsonyabb vízállástól. A helyzetet csak kitartó esős időszak oldaná meg, a lokális esőzések, zivatarok csak cseppnek számítanak a tengerben, kevés esőt beszívja a szárazföld. A Velencei tó levegőztetése továbbra is zajlik az oxigénellátás javításának érdekében minden nap hajnali 4 és délelőtt 10 óra között. Minden csepp számít, ez igaz az ivóvízre is. Jelentősen 25-30%-kal nőtt a kánikulában a vízfogyasztás Székesfehérváron és környékén. A rendszer csúcsra van járatva, de nem történt üzemzavar. Azok a vízművek, amelyek eddig 18-20 órát működtek, most gyakorlatilag 24 órában üzemelnek, így a legkisebb üzemzavar is jelentős problémát okoz, hisz 1-2 óra üzemkiesés olyan mennyiségű víz kimaradást okoz a rendszerből, amit utána nagyon-nagyon nehéz utolérni. Ezért kollégák a legkisebb hibára is azonnal indulnak, reagálnak akár éjszaka, akár hétvégén. A Fehérvíz ZRT arra kéri fogyasztóit, hogy a kerti locsolást és az automata öntözőberendezések használatát a hajnali, kora reggeli órákra időzítsék. Az esti csúcsidőszakban 18 és 23 óra között mellőzzék az autómosást és a házi úszómedence töltését, és lehetőleg ne locsolják az utakat, a járdákat és a térkövezett felületeket.